Az április 6-ai országgyűlési választáson dr. Szűcs Lajos szerzett mandátumot térségünkben. Névjegy című rovatunkban Szappanos Krisztina vendége ezúttal a Vecsési Központú Választókerület újonnan megválasztott országgyűlési képviselője. Vége a kampánynak, ennek a kampánynak győzelemmel zárult. Gondolom, hogy már az értékelések is lezajlottak. Hogyan értékelni ezt a választást, hiszen igaz, hogy az 5. ciklusát kezdi meg majd az országgyűlésben, de ez a megmérettetés azért más volt, mint az előzőek. Hogyne, rendkívül nagy köszönettel tartozom az itt élő embereknek, akik ebben az új helyzetben segítettek, és abban is segítségemre voltak, hogy ebben az új választókerületben elsőként lehetek országgyűlési képviselő. És igaz, ahogy ön mondja, hogy ez már az 5. ciklus, de abból a szempontból mindenképpen egy jó dolog, hogy ott egy 13 évig tartó ciklus lezárásaként egy teljesen új helyzetbe kellett belelépni. Azt szokták mondani, hogy 7 évente illik az embernek megújulnia. Én most már 2x7 évet töltöttem ott, ez a dolog is abból indult ki, hogy abban a választókerületben nagyon sok mindent sikerült elérni, nagyon sok sikert tudtunk az ott élő emberekkel közösen megélni, csak visszamenőleg 4 város alakult a 13 év alatt a 15 településből, és amikor ide kerültem, akkor viszont az a érdekes és izgalmas helyzet állt elő, hogy volt vecsésiként, visszakerültem oda, ahonnan tulajdonképpen indultam. Úgyhogy még egyszer köszönöm azt a nagyon sok segítséget és szeretetet, amit itt kaptam az emberektől, és büszke vagyok arra, hogy ezt a sikert közösen el tudtuk érni. Akkor ezek szerint többszörös a motiváció, ugye? Egyrészt új területen dolgozik, tehát újabb városokat kell majd megújítania. Van helyismerete, hiszen Vecsésen nőtt fel, illetve ugye hát azért van egy megfelelés is, hogy most új embereknek kell bizonyítania. Igen, ez mindenképpen új izgalom, hiszen az ember a napi rutint, ha ismeri, akkor egy idő múlva az tényleg egy rutinná válik. Itt viszont az, hogy ebből a 8 településből, ami a mi választókerületünket alkotja, 6 már eleve város, és szinte tulajdonképpen ugyanazokkal a problémákkal küzdik, hiszen az M0-ás, a repülőtér, a vasútvonalak, azok mindenki számára hasonló problémákat jeleznek. Az, hogy itt vagyunk a főváros mellett, munkahely és munkanélküliség szempontjából teljesen más terület, mint mondjuk a Dél-Kelet-Pest megyei részek. Úgyhogy ebben izgalmasan telnek a napok, újra beletanulni és egy új dolgot megismerni, az szerintem egy fontos dolog. Mint volt vecsési, itt élt, látja, hogy hogyan élnek az emberek, igaz, hogy ugye azóta már mondjuk nem Vecsésen lakik, de tudja, hogy nagyjából milyen problémákkal néznek szembe is, akár nem csak Vecsésen, hanem más településeken is. Hát az igaz, hogy nem Vecsésen lakom, de az anyukám még mindig itt lakik, innen a stúdiótól kb. 150 méter légvonalba, tehát pontosan tudom és elég sokat szoktam ide járni ahhoz, hogy lássam, hogy élnek itt az emberek. Nagyon komoly dolog például a vasútvonalnak a kérdése, nagyon komoly dolog például itt a vasúti átjárónak a kérdése, amiben valamiféle megoldást a következő időszakban szeretnénk majd az önkormányzattal közösen elérni. Szerintem egy nagyon izgalmas időszak van, sokan kicsit neheztelve is nézhetnek arra, hogy a gyálvecsési összekötő út az most éppen megújul, mert amikor éppen egy építkezés van, akkor nem biztos, hogy örülnek neki az emberek, hiszen ez kényelmetlenséget, kellemetlenséget okoz nekik, de ez egy fontos dolog, és azt gondolom, hogy meg is ígértük jó néhány alkalommal, hogy ezt az utat mindenképpen föl kell újítani. Természetesen egy furcsa és vecsésiek számára azért mindig közeli dolog a repülőtérnek a kérdése, és összehangolva országos nagy kérdésekkel, hogy lesz-e magyar légitársaság, hogyan tudjuk fejleszteni a repülőteret, meg a környéken lévő ipari területeket, vállalkozásokat, hiszen azért mégiscsak itt Pest megyében és itt ezen a területen összpontosul a magyar gazdaság, és hogyha nem megfelelő válaszokat adunk az éppen jelentkező kihívásokra, akkor lemaradhatunk, és ezt nagyon nem szeretném.